Ezt a mondatot ráadásul Heller Ágnes az ATV.hu-nak mondta. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Ez is téma lesz, de hát menjünk sorba az elejétől, ahogy azt láthatták az előzetesben. Szél Bernadett a vendégünk, az LMP társelnöke. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Elégedetlen azzal, hogy a képviselők a saját vagyonokról beszélnek, ahogy azzal bánnak, vagy ahogy azt bevallják? Ez nem kifejezés, hogy elégedetlen vagyok, de szerintem az ország egy jelentős része elégedetlen ezzel a bohózat sorozattal, vagy ezzel a szaponoperával, amit évről évre nézünk. És tavaly most már odáig jutottunk, hogy fideszes képviselők szájából elhangzott, hogy elavult a mostani vagyonnyilatkozati rendszer. Sőt, az is volt, hogy mondták azt, hogy csinálni kell vele valamit, de akkor megjelent, ha jól emlékszem, egy KDNP-s képviselő, aki közölte, hogy hát az ellenzék még nem tett le olyan komplex javaslatot, ami alapján el lehetne kezdeni a helyzetnek a megreformálását. Ez az a pont, azt gondolom, amikor tiszta helyzetet kell teremteni. Én azt gondolom, hogy ez az öt párti, amit javasolunk, ez a számadásnak is a pillanata, hogy ki az, aki egyáltalán hajlandó beszélni erről a témáról és tenni az ügy érdekében, és ki az, aki azt mondja, hogy nem megy el egy ellenzék által kezdeményezett megbeszélés. Hát az öt párti az még csak egy dolog, ugye, mert az következik abból, hogy valamit akarok-e csinálni kormánypárti politikusként, vagy sem. De hát az alfa és az omega a történetnek az, hogy teljesen átláthatatlan minden, onnantól kezdve, hogy a rokonok, barátok és ismerősök azt visznek a vagyonból, amit akarnak, senki utána nem tud nézni. Megkíséreltünk ezért egy olyan csomagot összetenni, ami azt gondolom, hogy alaposan meg tudná ezt a helyzetet változtatni. Nyilván mi nem bíznánk annyira a képviselőkben, mint amennyire a mostani rendszerben bíznak, mert hogy nem szolgáltak rá az elmúlt években arra, hogy ezt a bizalmat megtarthassák. Ezért mi az állami számbevőszéknek kiemelt jogosítványokat adnánk, és egy ilyen nagyon könyvelői pontossággal átnézhetnénk azt, hogy amit fogyasztott egy képviselő, amilyen jövedelmei vannak, az egyensúlyban van egymással. Na most, ha ez nincsen, abban a pillanatban, és mikor azt mondaná, hogy családi összefogással épült a feszített tükrű medencém, vagy az azt magába fogadó villa, abban a pillanatban menne tovább a hatóság a családi összefogásnak azon tagjaira, akik állítólag ebbe pénzt beadtak, és az ő vagyonukat is megvizsgálná. Mit csinál olyan esetben, amikor ugye erre is volt példa, azt mondja a frissiben lett képviselő, hogy akkor ő a vagyonát eladta, vagy átruházta másra a cégeit, és innentől kezdve neki semmi köze hozzá. Majd hopp, egyszer csak kiesik a parlamentből, és hirtelen visszakerülnek hozzá azok a cégek, amelyek igen jól fialtak abban az időszakban, amíg ő képviselő volt. Hát ez voltaképpen nagyon átlátszó, de visszamenőleg mit lehet ezzel kezdeni? Én azt gondolom, hogy mindennek megvan a módja, tehát ennek is nyilván megtalálnánk a módját, hogyha működne a rendszer. Én azt gondolom, hogy az mindenképpen arra utaltam, csak hogy rengeteg ilyen játék van, ezt látjuk. Persze, és ezért próbáltunk egy olyan javaslatot letenni az asztalra, ami ennek is utána tud nézni, tehát mindenről be kell számolnia. Tehát nyilván arról is, tehát nem lehet azzal trükközni, hogy az ember kiugrik vagyontalanul, vagy átadja, és akkor utána visszajön vagyonosan, és akkor kezdi. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet ezt csak szó szerint nézni, ezt az egész történetet, hanem meg kell nézni azt is, hogy valóban ez a képviselő ezekhez a cégekhez, a céghálóhoz milyen köze volt, hogyan került hozzá vissza, milyen szerződések vannak mögötte. Na most épp ezért fontos az, hogy szakemberek csinálják, és szerintünk az állami számbevőszéknek, hogyha független intézményként és jelentős költségvetési forrásokat birtokló intézményként tekintünk rá, akkor minden eszköze megvan erre, ezt el kellene tudnia végezni. Mi 6 éve is mondjuk azt, hogy az állami számbevőszéknek egy nagyon erős szervezetnek kellene lenni, a vagyon nyilatkozatok rendjéhez is ez kellene. Tehát ez egy alap lenne. Lehet, hogy jogilag ki lehet mondani egy szervezetről, hogy független. De hogyan lehet garantálni a függetlenséget? Látjuk ezt különböző ellenzéki felvetések kapcsán, hogy az ügyészségtől kezdve az ÁSZ-ig számtalan ilyen kérdés merül fel. Ez az alap az nálunk, hogy például tehát gondoltunk erre is, egy kereshető adatbázis lenne, tehát újságírók böngészhetnék a munkájukat, látnák pontosan tételesen azt az egész folyamatot, amit az ÁSZ-nál elvégeztek. Most egyébként ez is egy probléma, hogy ilyen van, aki elektronikusan adja be, van, aki szkennelt változatot ad be, tehát nem kereshető az adatbázis. Én azt gondolom, hogy az a fajta a javaslat, amit mi megfogalmaztunk, ami arról szól, hogy kereshető adatbázis kell 21. században, az az adatnyilvánosságnak az ösztönzését szolgálja. Megszüntetnék az önbevallást? Tehát az történne, mint mondjuk ettől az évtől kezdve valamennyi állampolgár esetében az adóbevallásnál, hogy majd az ÁSZ azt fogja mondani, hogy úgy látom, ennyi a te vagyonod, ehhez tegyél hozzá valamit, mit gondolsz róla? Úgy kezdődne a folyamat, ami elképzelésünkben, tehát nem állítjuk, hogy a zsebünkben van a bölcsek köve, tehát hogyha eljönnek az öt pártira a többiek, és meg tudjuk ezt beszélni, akkor mi abszolút nyitottak vagyunk arra, hogy ezt javítsuk, hogy továbbfejlesszük. De a helyzet az, hogy mi ragaszkodnánk ahhoz, hogy az első verziót azt maga a képviselő tegye le.
Ez azért is fontos, mert utána látni fogjuk azt, hogyha az ASZ elkezd vizsgálódni, és azért ne legyen kétséges, tehát ez egy elég alapos vizsgálat lenne, tehát hogy a képviselőnek vállalnia kell a felelősséget azért, hogyha hazudott, vagy nem vallott be egy vagyont. És abban a pillanatban a mentelmi bizottságom egy paritásos bizottság, tehát azon kevés bizottságok egyike, ahol van esélye az ellenzéknek mondjuk érdemben szót emelni a dolgok folyása fölött, vizsgálódna, és akár egy BTK-s ügy is lehetne belőle, ami azt jelenti, hogy nem csak a mandátumát veszíteni el, de még akár komoly büntetések is várnának rá. Nem akarom itt spilázni olyan dolgokat, de akár egy letöltendő börtönbüntetés, azt hiszem például Dukán abban az esetben, hogyha valaki szisztematikusan csal és kiderül arról, hogy olyan forrásai vannak, amiről nem tud beszámolni, hogy honnan ered. Épp az ön társelnök társa Hadházi Ákos az egyik, aki rendre előáll különféle politikusok nevével, akik így úgy amúgy érintettek mindenféle ügyekben, vagy érintettek lehetnek. Miből gondolja, hogy ugyanezeket a politikusokat képviselő vagy tömörítő pártok abban érdekeltek, hogy ez az LMP-s javaslat átmenjen? Én szerintem minden ilyen, talán ezt mondtam is az előbb a beszélgetésünk során, hogy minden ilyen pillanat, amikor egy ilyen átláthatóságot, illetve a politikának a megreformálását célzó javaslatról kell szavazni, dönteni, beszélni, dolgozni ezen, az egy jelzés a választópolgárok felé, hogy ki veszi komolyan ezt a kérdést, és ki az, aki csak alibizik. És én azt gondolom, hogy ez egy, tehát hogyha valaki tudatosan figyeli a politikát, akkor nézze meg, hogy ezekre az öt pártikra kik jönnek el, kinek milyen javaslatai vannak, mert ezek a pártok ezt fogják csinálni kormányon. Tehát nekünk ez azért is nagyon fontos, mert nekünk alap az, hogy a politika az elmúlt 25 évben nagyon rászolgált arra, hogy a megbecsültsége az nagyon kicsi legyen, és a politikusoknak ezt cipelni kell, ezt a terhet, szinte függetlenül attól, hogy melyik pártban ül az ember. Hát láttuk, hogy a korrupció kutatásokkor a választópolgárok nem tettek különbséget a pártok politikusai közé, azt mondta a legtöbb magyar ember, hogy a politikus az úgy korrupt, ahogy van. De ezek azok a pillanatok, amikor mégis lehet egyfajta különbséget tenni, hogy kik azok, akik például a saját családtagjaiknak is bemutatják most a vagyonnyilatkozatát, tehát mi vagyunk azok. Konkrétan a velünk egyháztartásban élő családtagok, gyerekek, férjek, feleségek, stb.-nek a vagyonnyilatkozata nyilvános az LMP-ben évek óta, akkor mondja az LMP-n kívül. Tehát, hogy ezt átadtuk újságíróknak, kitettük a honlapra is. Én azt gondolom, hogy ez az az irány, amit követnünk kellene egészen addig, amíg nem tudunk egy olyan rendszert Magyarországon bevezetni, ami valóban arról szól, hogy ha valakinek ingerenciája támad arra, hogy az adófizetőket megvezesse, akkor azért meglakoljon. Ez a fajta következmény nélküliség a magyar politikában az, ami nagyon sokunknak irritáló, és nekem az meg kifejezetten irritáló, amikor a kormánypárt arra hivatkozik, hogy nincs olyan javaslat. Hát ezt mondták, hogy nincs olyan javaslat, ami a rendszernek a megreformálását szolgálná. Most van, akkor meglátjuk, hogy ezt tetszik. Beadtuk, ott van, ezen szeretnénk tovább dolgozni, és erre hívtuk a többieket. Ennek nem először ugranak neki ennek a témának. Nem. Volt még egy ilyen, a Schiffer András újra és újra szinte sportszerűen adta be, az pedig az egykori ügynökök megismerhetőségéről szólt volna. Folytatódik ez az LMP-s tendencia? Igen. Újra beadják megint? Igen, ennek megtörtént már az újrabeadása, az egész frakció aláírta, beadtuk, és hát a helyzet az, hogy a Fidesz semmit nem változott. De mi azt gondoljuk, hogy minden egyes pont, amikor ez azért érdekes, ez egy teljes lusztráció, mert hogy változtatott András a törvényen, tehát a törvényjavaslaton. Tehát amiket így mondtak a Fidesz részről, hogy neki kifogásuk van, azt mind megpróbáltuk úgymond megváltoztatni. És mindig lett letenni, egy újabb, tehát ez egy ilyen tili-toli húzavona játék lett. Most viszont ezzel a törvényjavaslatunkkal, ezzel az a helyzet, hogy azt mondták tovább, hiszem Kósa Lajos volt az, aki az igazságügyi bizottságban azt mondta, hogy hát nyilván ideért múlt ez a mostani rendszer, kellene csinálni valamit, és szerintem Hollék Isten volt, ha nem tévedek, aki azt mondta, hogy igen, de hát nincs javaslat. Én azt gondolom, szeretettel várom ezeket az urakat az öt párti egyeztetésen, ott leszünk, beszéljük meg, hogy akkor mit gondolnak erről a kérdésről. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e öt párti, kezdjük majd ezzel. Köszönöm szépen, hogy eljött. Én is köszönöm a lehetőséget.